vándorlók, és emiatt majd egyre agresszívebbek lesznek. Belgrádi tudósítónk azt mondta, napközben közel 1000 migráns gyűlt össze a buszállomás környékén egy közparkban. Muci Attila hozzátette, a migránsokat segítő civil szervezet le akarta tiltani, hogy az eseményekről forgassanak. Itt változatlanul a közgazdasági egyetem előtt úgymond tele van a park migránsokkal, gyakorlatilag csak ők láthatók mindenfele. A jelen pillanatban 5-600-ra teszik a hatóságok, akik most már minden bizonnyal itt fognak maradni a buszállomás környékén. Többen a buszállomás mögötti lebontás előtt álló iparnegyedben, de a napközben a szerb rendőrök 800 fölötti számú migránst számoltak meg, és ugye nagyon nehéz most már ebben a nagy tömegben kiszűrni azt, hogy kik az újonnan érkezők, ezt mondta több humanitárius szervezet is.